Az idén felgyorsult az idénykezdés, a tavaszi vetés, a lucerna kaszálás és betakarítás szinte egy időben folyik. A jutenyésztők mégis szakítottak időt erre az egy napra, hogy találkozzanak és megünnepeljék a pásztor emberek hagyományos ünnepét. Egy kollekciót hoztam egy 2 éves kost, hoztam egy 4 éves birkát, amelyik hasas, még hoztam egy tenyész kiskost, még hoztam egy tenyész kisnyőstint. Milyen érzés a gazdának, mikor a gazdatársának bemutatja, hogy milyen állatokkal büszkélkedhet? Hát örülök neki, mert különben is nagyon sok tenyészállatot eladtunk kosnak, és akkor beszélgetünk itt, még kiveszük egymásnak a véleményét, kinek milyen problémája van, ki a legelők, hogy milyen állapotban vannak, a gyógykezelés, mindenről itt, nem csak arról szól itt, hogy mostan kimutassuk, hogy milyen állatunk van, hanem de eszmecserét cserélünk itt mindenkivel. Hogyan indult az év a jutenyésztésben? Hát a jutenyésztés az, nem akarok dicsekérni, de a többi évekhez képest a zára, az még ilyen nem volt, hogy decemberben, amikor vannak a legtöbb ünnepek, még minden, és akkor áprilisig megtartotta ezt az árát. Úgyhogy hát nem panaszkodhatok, hogyha tovább is így folyik, hogy a támogatásokat is megkapjuk, mert ugye sajnos szép ára ez a bárának, csak olyan gond van, hogy minden árak úgy elmentek, hogy a másik oldalát nézzük, akkor csak forog a pénz. Úgyhogy nagyon sok befektetés van, a gyógykezelések is, a vakcinák is, ugye a féregtelenítők is duplára fölmentek. Az érdeklődés nagy, meglepetésszerűen elég sok nyírónk van, úgyhogy a 18 nyíró összejött itten. Van 14 kiállítónk, nem nagyon még vagyunk elégedve, a régi termelők, akik szoktak, azok itt vannak most is, és akkor megméretkezik mindenki. A szépségversenyen a juhokkal, az ügyességi versenyben a nyírók. Sok érdeklődő van, ezt megnézik. A fiatalabbak ugye nem is nagyon láttak ilyet még. Az öregebbek még nosztalgiáznak egy kicsikét, hogy hát valamikor, hogy volt. Minden évben ilyenkor vannak a juhászoknak az ünnepei megszervezve. Nem csak itt mi nálunk, Magyarországon is úgy szintén, meg a környező magyar lakta településeken úgy szintén. Mindig ehhez kötődnek a kihajtáshoz az ünnepek. Megszabadulunk a birkát, hogy nem kell tovább télen bent etetni, mehetünk ki a pusztába. Megjavul az idő, és akkor bírunk legeltetni. Az ágazat jövőjére nézve biztató, hogy a korábbról ismert tapasztalt versenyzők mellett idén sok fiatal birkanyíró is benevezett a rendezvényre. A nyírás első körében Dávid Richard fejezte be elsőként a munkát. Elégedette azzal, ahogy sikerült megnyírni a birkát? Elégedett vagyok, igen. A birka is jó kondícióban volt, jók a birkák, jó kondícióban vannak. A gyapjójuk is jó minőségű volt, úgyhogy így könnyebb a nyírás is. Viszont jó, nagyok voltak a birkák, és így egész végig a nyílás közben kellett tartani erősen, hogy ne mozogjon, ne kelljen föl, ne sérüljön meg. Ő elsősorban utána ugye miránk is kell vigyázni, úgyhogy de jó, meg vagyok elégedve. Az idén sok a fiatal nyíró. Igen, hála Istennek, mi Péter révéről jöttünk 5-en, úgyhogy mi ebben is foglalkozunk nyírással a birkatartás mellett, úgyhogy egész évben, február 20-án kezdtük a nyírást, és egész augusztusig fogunk menni, előre van látva egész augusztusig, hát július közepéig, de hát az majd valamennyire tolódik, úgyhogy hála Istennek vagyunk még, akik tartsuk ezt a hagyományt és egyben munkát is. Továbbra is kézzel nyírnak, vagy pedig csak a bemutatón, egyébként pedig géppel nyírnak, hogyha sok jószág van? Mi csak kézzel nyírunk, nem gépesítettünk még. Nekünk így kényelmesebb, mert ugye a legelőkön is szoktunk nyírni, és nem kell olyan sok ugye cuccot vinni magunkkal, ez könnyebb, elfér, meg ehhez szoktunk hozzá. Naponta akár 40-et fejenként le tudunk az ollóval is nyírni, úgyhogy nekünk ezt mi így szoktuk meg, és így lássuk jónak egyelőre. Közel 20 nyíróversenyzőnk van, ugye itt el kell mondani, hogy van gép és kézinyírás. Hát itt ugyanúgy
nagy megelégedettséggel tölt el bennünket, hogy van idősebb és fiatalabb generáció is, úgyhogy itt a 17-8 éves gyerekektől kezdve a 80 éves idős nyírókig mindenki meg szeretné méretetni magát, és én gondolom, hogy így teljes ez a rendezvény, hogy minden generáció részt vesz rajta. Valójában ami a fajta kiállítókat illeti, 14-5 kollekció van. Itt főleg Zenta község területéről a zentai juhtartók, tenyésztők vesznek részt, és ők is én szerintem saját magukénak élik meg ezt a rendezvényt, és így a teljes, hogy itt Zenta községbe ők is hozzájárulnak a közösségi élethez és a juhtartás népszerűsítéséhez. A rendezvényen búzaszentelésre is sor került. Főtisztelendő Nagy József esperes plébános áldást kért a mezőkre, hogy a leendő termés mindannyiunk megélhetését biztosítsa. Az Adorjáni Kontakt cég kiállító helyén háromféle birka sajtot kóstolhattak a látogatók. Mint megtudtuk, ezek a sajtok csak ilyenkor a bárányok elválasztásának időszakában készülnek korlátozott mennyiségben. Ez egy édesfajta sajt, ez a kettő közt még majdnem ugyanaz a különbség, csak annyi, hogy emez érettebb. Úgyhogy de valójában mind a három birka sajt. Tessék mind megkóstolni, mindjárt szelek. Azért vannak itt a sajtok, hogy még ilyen házi kenyerünk is van mellé. Mekkora az érdeklődés? Hát fogy, másodszor raktam ki már, úgyhogy viszi a nép, szereti a nép. Szerintem egy jó íz, egy light íz. A sajtkóstolásnál magyarországi vendégekkel, egy szegedi újságíró kollégával és a Mórahalmi Szakközépiskola igazgatónőjével is találkoztunk. Ez egy kiváló rendezvény, én már második alkalommal vagyok itt. Szegedről jöttem, de úgy, hogy mórahalmiakkal. És ez egy remek rendezvény, tehát tényleg egyre nagyobb, jó a hangulat, most az idő is jó, nincs meleg, nincs hideg. Nagyon jók a főzőversenyek, a társaságok, meg én már néztem a hagyományos birkanyírást is, az is nagyon érdekes egy városi embernek. És milyen riport készül majd az eseményről? Természetesen a Dél-Magyarországnak, a Csongrád-Csonádvár megyei napilapnak készítek majd egy anyagot a rendezvényről, meg legfőképpen a mórahalmiak szerepléséről. A mórahalmi vendégek hányan érkeztek, hogyan vesztek részt az eseményen? Hát mi Mórahalmon van egy vendéglátóiparban is képző iskola, ez a Tóth János iskola, és mi a diákokkal jöttünk. Mi is minden évben itt vagyunk az iskola fennállása óta, tavaly kivételével, tavaly egy más program sajnos keresztül húzta, de minden évben azt látom, hogy egyre jobb és jobb a rendezvény, szerintem fantasztikus. Alapvetően olyan gyerekek jöttek most, akik itteniek, helybeliek, ők főznek. Egy itteni helybeli vendéglős, az, akinek a fia hozzánk jár, ők támogatták meg pénzügyileg is egy kicsit a rendezvényt, tehát ők hozták a húsit. És a sátrunk itt van a közelben, és nem csak birka pörköltet készítünk, hanem olyan ételeket is készítenek a gyerekek, amiket a birka pörköltet tovább lehet vinni egy kicsit, csinálnak majd palóclevest, húsos palacsintát, és egy ilyen kis pörköltes bucit is, amit ilyen kirándulásra is el lehet vinni, otthon is meg lehet csinálni. Hogyan kell bánni a birkahússal? Mi a különlegesség az elkészítésénél? Hát igazából ez attól függ, hogy milyen ételt csinálunk, mert ételtípusonként változik, mind az elkészítési ideje, meg attól is függ, hogy milyen fűszereket használunk, mert azok mind változtatják a hús textúráját, keménységét és állagát. Mi a te szereped? Mit készítesz? Hogyan veszel részt a munkában? Hát én a levest készítem, és azt a vajdasági, és hát báskai palacsintát. A tanulók a házi tésztát is a helyszínen készítették a pörkölthöz. Először is összegyúrtuk a tésztát, majd nyújtógéppel kinyújtottuk. Száradás után most pedig feldaraboljuk széles metélre, aztán pedig megfőzzük. Friss tészta kerül a birka pörköltbe? Igen, friss tészta. Friss tészta, igen. A meghívott vendégek számára jókora üstökben mintegy 100 kiló húsból rotyogott a birka pörkölt. A nagy tapasztalattal rendelkező szakácsok a régi hagyományos recept szerint készítették az ételt. A pörköltet, a birka pörköltet minket egy jó 2 óra hosszája tettük, főleg tehát olyan 8 óra után 8:30 felé előbb a hagymát föltettük, akkor rá a fűszert,
A kezdő fűszer ugye a só meg a kömény, és utána, amikor az egy kicsikét megblancsírozik, utána tesszük rá a húst, és utána tesszük a további fűszereket rá, tehát a fokhagymát, a babérlevelet és a kemény mag bors. És akkor picit még fölöntjük vízzel, és ezzel a báljuk párologtatjuk. Mikor majdnem már kész, akkor teszünk rá még egy kis, ha van paradicsom friss, ha nincs, akkor egy kis paradicsomlét. És mikor majdnem kész van, tehát most még úgy fél órát kell neki, még van egy órát aggódni, akkor teszünk rá a piros paprikát. Akkor adja neki azt a szép piros színt. A jó időben és jó hangulatban eltelt rendezvényt művelődési műsor helyi termék kiállítás és kirakodóvásár tette még színesebbé.